Doberdo Póklában címmel tartott előadást a Városi Könyvtárban 2016. február 25-én Márton Dankú István, a Gödöllői Református Liceum magyar és énekzene szakos tanára. A történelmi vitézi rendszervezésében megvalósult előadás a doberdói csaták borzalmait mutatta be a történelmi adatok, statisztikák és visszaemlékezések alapján. Az előadó Márton Dankú István 2003 óta foglalkozik komolyan az isonzói csaták ütközeteivel, a magyar katonák emberfeletti szenvedésének és csodálatos helytállásának történetével. Szívügyemnek tekintem azt, hogy minél többen megismerjék a nagy háborúban harcoló magyar katonák heorikus küzdelmét, pokoli szenvedések közötti hősies helytállását. És hogy tudjuk azt is, a magyar katona ebben a háborúban, aminek végét nemzetünk testének megcsonkítása fejezte be, a trianoni bonc és teremben, ahol Magyarországot keresztre hazug, öntel, döjfös hatalmak, szóval ebben a tüzes pokolban is a magyar a példamutatóan esküjjez, híven harcolt az akkori monarchia, az akkori hazán területének megvédéséért. Először is szeretném megindokolni, miért adtam ezt a címet előadásomnak Doberdó poklában. Hallgassanak meg három rövid idézetet József Főhercegnek a 7. 6. parancsnokának 8. között és könyvéből. Szegény halott honvédek és olaszok hevernek mindenütt a gránátok által szapatokra téve, a napperzselő hevében gyorsan rothadva, az emberek meg sem mozdulatnak, mert amint csak egy kicsit fölemelkedik, valamelyik, már is jönnek az ellenséges lövedékek. Bekötött orral és szájjal feküsznek, és kaparják, vésik a sziklát, és építenek, hogy a következő pillanatban egész munkájakkal együtt a lezuhanó nehéz lövedékektől megsemmisítessenek. Öt percnyi tartózkodás után mélyen megindulva és megrázva kúszott visszafelé. borzasztó -e sok rothadó hús, s fekete alut vér, ami mindenütt hever és tapad. Oly szörnyűséges, hogy a rémülettő jégé a lelkem. Mindig itt feküdni, csak egyszer éjjel kihűlt, romlott, eledelt kapni. Ez írtóztató hullaszok közepette, mely nyelvre és a torokra tapad, azt az étellel lenyelni, naponta csak egyszer meleg élet, kortyvizet kapni, és azt is csak éjjel, a perzselő nap öldöklő izzó hevében, melyet a sziklák megtiszt szerezve sugároznak, a rothadó bajtársak között mozdulatlanul feküdni. A nehéz kábító hullaszaggal tüteljükben ettől meg kell, hogy őrüljenek, és naponta 10-12-től meg is őrültek. Egész belső lázong és felordít, mert az, amit ma láttam, annyira megrázó, hogy örüljön, aki bele nem bolondul. Szegény hőseim, bámullak és csodállak benneteket, és nem tudom, hogyan mondja köszönetet. Csak tudná a világ, hogy mi a háború, és mi a rettenetes doberdó. Hát itt döbbenetes térkép, biztosan tetszenek azért ismerni. Hát a területi követelések. Hát ez nyilván valakik hától biztatták őket, a cselkér döbbenetes. Berlinig megy föl, ez az őt általuk elképzelt terület. Itt az a hírhet koridor, ami összekötötte volna Szerbiával, Cse Szlovákiát. A szerbiák sem voltak szégyenlősek, nekik is minden kellett. A románokról tudjuk, ők mind a mai napig nem adják föl. Tehát ők mind a mai napig, nagy Románia itt van meghúzva. És ha nem vigyázunk, kövék lesz. És ha hát beszélni kell Olaszországról. Hiszen Olaszország nekünk szövetségesünk volt. Ő semlegességet tanít a 14 be de közben már tárgyalásokat folytat, először oszták magyar monarchiával, hogy kérje ezeket a területeket. A zöld eljelölt, ugye Dél-Tirol, a Isózó mente, Triest, itt a Dalmáciai és Albájának egy része. Ugyanis azt tudnunk kell, hogy 19. század végére Olaszország látszólag befejezte az Egyesítést, de ők még igényt tartottak ezekre a területekre, mert itt zömmel tényleg olaszok laktak, Isózó mentén is ebben a, ebbe a zöld részben. Isozó mentén még Gradiszka, stb. De az osztrák magyar monarchia nem mehetett bele, mert a románokra is tudtuk, hogy mit akar, és ha nekik engedünk, akkor románok is kérnek, mert ilyen fajták. Harcosak. és, és Ekkor kezd el Olaszország tárgyalni természetesen az Antantal, az Antal megígér mindent, tehát nem az övé volt, egyetlen egy terület sem, nagyvonulóak voltak, és így megkötték az angol ö, ö, egyezményt, és ö, később még fogok róla beszélni, de 15. május 23-án megtörtént a hadüzenet, és egy hónap múlva pedig összeütközésbe kerültünk, és akkor kellett oroszországba Galiciából, hogy erről részről, hogy oszták-magyar része volt, ide lehozda az olasz frontra. Az előadásban szó esett a magyar hadsereg felépítéséről, a katonák felszereléseiről, fegyvereiről, és azokról a hátborzongató megpróbáltatásokról, amin a magyar honvédek keresztül mentek. Mekint kezdődik a tegnapi haláltánc, 15. július 15. Rémesen dörönnek az ágyuk százai vagy talán ezrei. A föld reng a halál szekerének dübörgés alatt. Ma már 28 cm ott látjuk legszélen, ágyú szörnyetegekkel is lövik állásainkat. És tucatával jön a kisebb kaléberű gránát meg a srapnel. Ezen kívül aknavetőkkel ekrazitos bombákat szórnak felénk. Ma mindenáron áron el akarnak seperni, pusztítani minket a föld színéről. A dütöl meg a félelemtől remegve bújjunk le fedezékeinkbe, és aggódva lessük a folyton közeledő gránátbecsapódásokat. Minden pillanatban el lehetünk készülve, hogy közénk vágódik egy ilyen kránát szörnyetek, és husszapattá ép valamelyikünket. Őrítő állapot. Teljes tehetetlenségben gubbasztani lövészárok fenekén és barom módjára várna pusztulást. Hiába hősieség vagy vitérség, ide kötél idegzet kell. Itt csak a hit ad bátorságot és megnyugvást. Aki nem tud bízni Istenben, vagy a jó szerencséjében, annak borzalmas lelki kínjai vannak. Az öröki Isten károló, mindig szitkozódó emberek most görcsösen, összekulcsott kezekkel imádkoznak. Itt mindenki Isten lesz. Megtanít rá a halálfélelem. Délután két óra, még élek. Szinte magam is csodálkozom ezen. Agyam kábult, minden tagom reszket a szörny izgalomtól. Gyötör a szomjúság is. Talán még ölni is tudnék egy kupa vizért. A pergőtűz folyton erősbödik, recsegropok körülöttünk minden, legkegyetlenül az aknavetők dolgoznak, sebesültjeink és halottaink száma ijesztően nő, de a pokol minden borzalmaival szakad is ránk, nem hagyhatjuk el helyünket. A honvédek az ellenség fegyveres támadásai mellett a természeti és időjárási viszontagságoktól, a borzalmas életkörülményektől, a különböző betegségektől is szenvedtek. Doberdó a magyar hadtörténelem egyik legszomorúbb emlékhelye, de egyben a magyar katonai helytállás és a hősiesség jelképe is. Akik sohasem jártatok a halál nagy parádéjában, ti nem tudjátok, milyen édes az élet. Szakadtan és rongyosan is, összekarmoltan és, és halára csikázottan is gyönyörű az, ami gyönge kis ember életünk. És alig hiszem, hogy közületekik nem voltatok odakint, egy is eliszi mosolygás nélkül azt a szédült örömet, amit akkor éreztem, amikor az első mozdonyfújást hallottam a San Danieli vasútállomáson. Emberek. Emberek, kik nem alottatok a halál generális szörnyű szemlé alatt, nem hihetitek el nekem, hogy dadogott a szavam. Az első rőtre festett marhakocsi láttára, amely ott állott a sineken és kopott oldalára, kiáltva szólott hozzám ez a hárombetű máv. Higgyétek el nekem, Sírni lehet az örömtől egyetlen, ottromba érzéketlen, vörös vasúti kocsi előtt is, amelyen ez a három betű van, máv. Máv. Csak három betű, de béke. Csak három betű, de biztonság. Csak három betű, de Magyarország. És ha Magyarország, akkor az édesanyám, és minden, amit már elhagytam, aminek elvesztését már elszámoltam, minden, ami úgy tűnt előttem, mint valami régen elsüllyedt, és újra ezer ragyogó, friss színnel felmerülő tündérvilág. A Doberdó Poklában című több mint két órás előadásról készült felvételünket megtekinthetik a Régió Plus Televízió ma esti műsorában. a 7 -es, ezen a világtör...